A COVID-járvány idején hétköznap délután is jönnek a látogatók a kilátóhoz, ki gyalog, ki kerékpáron. Itt akár csak a sötétföldi erdőben, amióta a járvány felütötte a fejét, fokozatosan nőtt a látogatók száma. A Batikereszt környékét hetente két alkalommal hétfőn és pénteken takarítja a tulajdonos, a Gemet ZRT. Most láthatóan rend uralkodik a területen, ám az ide látogatók egy csoportja nehezményezte, hogy nincsenek személygyűjtők és nincsenek nyilvános mobil helyek sem. Az üzemeltető azt mondja a személygyűjtő nélküliség koncepcionális kérdés, hiszen ma már az a trend, mindenki vigye haza azt, amit kihozott az erdőbe és hulladékávát, és otthon helyezze el a szelektív gyűjtőben. Hasonló kirándulóhelyeken, a turisztikai attrakciók környékén, ahol nincsen folyamatosan jelen személyzet, tehát egy ingyenesen és szabadon látogatható helyszínről beszélünk, ott a szemét elhelyező kukák kihelyezése nem csökkenti, hanem növeli a kint lévő szemét mennyiségét. Tehát itt azt az elvet igyekszünk érvényesíteni, hogy amit kiment valaki a természetbe és kivitt magával szemetet, azt mindenképpen vigye is haza. Tehát a saját maga által keletkezett, keletkezett szemetet, azt vigye haza. Természetesen más a helyzet, ha egy nagy rendezvény szállik a helyszínen, hiszen akkor meg kell oldani nem csak a szemét elhelyezés, de az illemhely kérdését is. Ha nagyobb látogató létszámra számítunk, akkor mindenképpen gondoskodunk arról, hogy kihelyezzünk ilyen mobilillám helyeket, és ezek megfelelő minőségben működjenek, de itt is nagyon fontos az egyéni hozzáállás is ezekhez a helyekhez, hogy megfelelő állapotban tudjanak maradni. Hogyha pedig valaki más, más egyesület, turista rendezvény zajlik itt, akkor pedig a szervezőket kérjük meg erre, hogy a szervezés keretében erre is gondoljanak. A hétköznapokon pedig arra is gondolni kell, mondja Janács Gergely, hogyha tudázni megy az ember, a teljes turista útvonalon nem lehet az erdőt teleszórni nyilvános illemhelyekkel, mert ezek tisztaságát vagy elfogadható minőségét nem lehet szavatolni. Az erdő adott esetben elbéri azt a néhány turistát, akinek halaszthatatlan ügyét a természetben kell elvégezni. Mert ezt is lehet kultúrát módon végezni, és a természet is elvégzi a maga eltüntető tevékenységét.